Együttműködés megállapodott Orosháza és a Szegedi Tudományegyetem. Fejlesztés Orosházán megújul a nővérszálló. Karácsonyi bemutató, tánccal zárta az évet a Candy Dance Crew. Jó estét kívánok, ez az Orosházi Városi Televízió december 14-i pénteki hírműsora. Köszöntöm a kedves nézőket, jövünk a részletekkel. Megújul az orosházi nővérszálló 40 lakása. A cél, hogy családbarát lakókörnyezetet teremtsenek dolgozóik számára. Az orosházi az egyetlen városi kórház, ahol ilyen beruházás valósul meg. Az orosházi nővérszálló egyik kétágyas szobája, ahol ezeket az ágyakat, ezt az asztalt és széket is lecserélik majd. Erről tartott sajtótájékoztatót dr. Durai Gergő, az orosházi kórház igazgatója december 13-án. Országszerte 4 helyszínen új nővérszálló épül, további 12 helyszínen, köztük Orosházán pedig a meglévőket újítják fel, bővítik, korszerűsítik. 13 megyei kórháznak a nővérszállója, illetve egy városi kórháznak a nővérszállója újulhat meg. Ez egy nagy büszkeség számunkra, mert az egy városi kórház az orosházi kórház. Itt a Dél-Alföld régiót tekintve még érintett a Gyula Békés Csabai, tehát a BMKK-nak a nővérszállója is. A tájékoztatón elhangzott, hogy a cél barátságos, családbarát lakókörnyezet létrehozása, ezáltal a szakdolgozók megtartása. Már vagy 10 éve itt lakok. Kényelmes, meg minden, na, én szeretek itt lakni. Marika néni szerint ráfért már az épületre a felújítás. Örült neki, hogy az 5-szintes épület mind a 40 szobáját felújítják. A projekt során az új bútorok beszerzésén túl felújítják a vizes blokkokat, és a helyiségek festését is elvégzik majd. A beruházások várhatóan 2020-ban fejeződnek be. Alapfokú és középfokú oktatás, valamint tehetséggondozás tárgyában írt alá együttműködési megállapodást a Szegedi Tudományegyetem és Orosháza önkormányzata. Az aláíráson részt vett Orosháza polgármestere, a Táncsics gimnázium igazgatója, a Békés Csabai tankerületi központ kabinetvezetője, az STL rektora és kancellárja. 4 oldalú együttműködési megállapodás aláírásának helyszíne volt december 13-án a Szegedi Tudományegyetem rektori hivatala. Elsőként Róvó László, az intézmény rektora köszöntötte a jelenlévőket. Mint mondta, az együttműködés legfontosabb feladata, hogy a Magyarországon született és felnövő fiatalok továbbképzését, társadalomba való integrálását tovább vigye. A rektortól Blahó János vette át a szót, aki részletesen ismertette a célokat és a megállapodás 3 fő programját. Ez tulajdonképpen a 2011-ben megkötött rezidens iskolai megállapodásnak a megújítása. És jogos a kérdés, hogy miért került erre most sor, vagy mi az, ami indokolt ezt. Hát ugye a változó társadalmi gazdasági környezet, tehát akkor ebből már következik az is, hogy az új kihívásokra próbálunk releváns válaszokat adni. Tehát nekünk az a célunk és az a feladatunk, hogy egyrészt létrehozzunk és bekapcsoljunk abba a tudáshálózatba, amit a Szegedi Tudományegyetem vezérel itt a Dél-Alföldi régióba, másrészt pedig megfelelő válaszokat tudjunk adni a társadalmi gazdasági tér szereplői számára. A Békés Csabai tankerületi központot képviselő Fésűné Bálint Gizella a szakos ellátottság megteremtését emelte ki, mint a megállapodást aláíró intézmények közös ügyét. Szerinte nagy felelősség minden partner számára a tehetséggondozás, a továbbtanulás, a sikeres pályaválasztás, valamint a diákok látásmódjának bővítése. A Békés Csabai Tankerületi Központ mélyen elkötelezett a nevelés-oktatás ügye iránt. Nagy örömmel üdvözöljük és gratulálunk ahhoz, hogy az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium egy módszertani tudásközpont, egy tudásbázis a Szegedi Tudományegyetem támogatásával, Orosháza Város önkormányzatának támogatásával ebben nyújtunk mi partneri kezet. A köszönetnyilvánításokat és a program ismertetését követően már csak a megállapodás aláírása maradt hátra, melyet ünnepélyes keretek között végeztek el az intézmények képviselői. Új vezetőket neveztek ki a Békés megyei kormányhivatalnál, erről dr. Takács Árpád kormánymegbízott tartott tájékoztatót. A frissen kinevezett vezetőket a kormánymegbízott mutatta be, Bálint Kornélt a Békés megyei kormányhivatal kabinetvezetőjévé nevezték ki. December 5-től dr. Gulyás György vezeti a Békés Csabai járási hivatalt, helyettese Szabó Viktor lett, dr. Burai Mihály pedig a Békés Csabai járási hivatal hatósági főosztályának főosztályvezetője lett. Kinevezték Békés megye állami főépítészét is, a posztot Gömöri Beatrix okleveles építészmérnök tölti be, aki korábban a Bács-Kiskun megyei kormányhivatalban dolgozott.
Meghitt ünnepségen köszöntötte régi hűséges dolgozóit az önkormányzat a Városháza nagytermében. A csütörtök délelőtti rendezvényen Dávid Zoltán polgármestertől vehették át törzsgárda jutalmukat. A polgármesteri hivatalban és az önkormányzat által üzemeltetett intézmények valamelyikében 10 évnél régebben dolgozó kollégákat várták az ünnepélyre. A jelenlevők köszöntése után a Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tanulói és tanárai kedveskedtek műsorral, majd Dávid Zoltán polgármester köszöntötte a törzsgárda kitüntetésben részesülőket. A 10, 15, 20, 25, 30 éve dolgozókat sorra szólították, a városvezetőtől vehették át kitüntetéseiket, illetve a pedagógusok szakszervezete és az Egységes Szociális Központ egy szál virágját. Nagyon nagy jelentősége van, hisz azokat a munkatársokat jutalmazzuk, akik a színvonalas munkát végzik egész év során. Rájuk lehet számítani, őrájuk van bízva az a munka, ami azt gondolom, hogy elismerést vív ki a Orosháza város állampolgárai részéről. Az export és a beszállítói kör növelése volt a cél az Alföldi Kohászati és Gépipari ZRT-nél. Orosháza gazdasági életének jelentős szereplője nemrég cserélt tulajdonost. A cég vezérigazgatója Gál Imre december 10-én a polgármesteri hivatalban ismertette a részleteket. A budapesti székhelyű SPS Trading Kft.-nek értékesítették az AKG-t korábbi tulajdonosai. A váltás 3 hónap alatt zajlott le, melynek részleteiről a cég vezérigazgatója Gál Imre tájékoztatta Dávid Zoltán polgármestert. Az új tulajdonos elsősorban az energetikai szektorban érdekelt, szélenergiával épp úgy foglalkoznak, mint a különböző zöld energiákkal vagy biogázokkal. Ennek köszönhetően az AKG előtt is jó lehetőség nyílt, hogy az eddigiekhez képest erősebben képviselje magát az energetikai iparban. A polgármester kiemelte, mindenképpen pozitívumnak tartja, hogy a cégcsoporton belül dolgozó munkatársak a tulajdonosváltás ellenére maradhattak, és a jövőben új lehetőségeket kaphat ennek köszönhetően az AKG. Gál Imre is pozitívan értékelte a történteket, mert ugyan a cég igazgatósága átalakult, de vezetősége maradt a helyén, jelezve, hogy megkapták a bizalmat az új tulajdonosi körtől. A közelgő karácsony alkalmából tartott ünnepi összejövetelt Szentetornyán a Magunkért Egymásért civil egyesület december 10-én. A rendezvényen részt vett Dávid Zoltán, Orosháza polgármestere is, de az egész falu közösség hivatalos volt az ünnepségre. 2009-es alapítása óta szervez december első felében karácsonyi összejövetelt tagjainak és a szentetornyai falu közösségnek a Magunkért Egymásért civil egyesület. Az idei év sem volt kivétel, ezúttal december 10-én gyűltek össze, hogy együtt hangolódjanak az ünnepekre. Először a történelmi egyházakat képviselő Iványi László katolikus plébános, valamint Szalkai Róbert református és Lacki János evangélikus lelkészek tartottak áhítatot a vendégseregnek, majd Antal László a körzet önkormányzati képviselője folytatta a köszöntők sorát. A rendezvény ezután énekes produkciókkal és szavalatokkal folytatódott, melyet az eseményen résztvevő Rákóczi telepi általános iskolások és az egyesület tagjai adtak elő. Meghitt karácsonyi ünnepségre gyűltek össze a Békés megyei Vakok és Gyengéllátók Egyesületének orosházi tagjai. A december 11-i eseményen az egyesület tagjai karácsonyi szavalatokkal készültek és a 2018-as évet is értékelték. Karácsonyi ünnepséget tartott a Békés megyei Vakok és Gyengéllátók orosházi csoportja december 11-én a Pacsirta utca 8 szám alatt, melyen részt vett Dávid Zoltán polgármester, a szervezet Békés megyei elnöke Nagy Zsuzsanna, illetve az egyesület támogatói is. Ezek a rendezvények azért fontosak, hogy megpróbáljuk minél nagyobb körbe a sorstársakat a 4 fal közül magunk közé hívni, olyan programokat, olyan eseményeket próbálunk nekik életre hívni, ami mindenki érdeklődését felkeltheti, és minél többen tudjanak itt részt venni. Nagyon fontos az összetartás, mert ezek az emberek ugyanúgy szeretetre vannak éhezve, mint bárki más, és ilyenkor a karácsony közelettével, a karácsony várásban ez nagyon-nagyon fontos számomra. Az egyesület tagjai színvonalas műsoruk keretében karácsonyi verseket, dalokat és novellákat szavaltak el. Kelemen Györgyné Edit egy saját mesével állt színpadra. Elmondta, mióta ide jár a csoportba, azóta ír. Több kötete is megtalálható a Magyar Elektronikus Könyvtárban is. Edit elmondta, miért is fontos számára ez a közösség. Azért, mert hogy az ember, mikor elveszti a látását, vagy megromlik, kell az, hogy valami újra előtt adjon neki. Kell az, hogy valamiben meg tudjon kapaszkodni, hogy például lásson a többitől, hogy igen, így is lehet élni.
hogy erőt adjon. Mert én is, mikor elvesztettem a jobb szememnek a látását, meg a másik is ugye gyenge, bizony begoboztam. Egy falat építettem magam köré. Elkezdtem ide járni, és ennek a falnak a kulcsát ők megtalálták, és én kiléptem. A rendezvényt évértékelő beszélgetés, majd egy közösen elfogyasztott ebéd zárta. Karácsonyi ünnepi ebédre gyűltek össze a Reménység Klub nyugdíjasai a Rákóczi Telepi Közösségi Házban csütörtökön délben. Az ünnepi menü mellett műsor és ajándék is várta az időseket. Mintegy 40 szépkorú ülte körül a szépen terített ünnepi asztalokat. Bogárné Kis Ildikó, az Egységes Szociális Intézmény igazgatója köszöntötte az ünneplőket, és mondta el bevezetésképp karácsonyi köszöntőjét, amelyben a szeretet fontosságáról szólt, amely nem csak az ünnep közelségében kell, hogy éljen az emberek között. Az igazgatónő és munkatársai nem érkeztek üres kézzel, valamennyi gondozottnak ajándékcsomaggal kedveskedtek. Mint Szőke Csillától, a Reménység Klub szakmai koordinátorától megtudtuk, hagyomány ez a karácsonyi ebéd, melyet minden alkalommal kis műsorral tesznek emlékezetessé. Az év többi napjain is sokan bejönnek napközben a klubba, de ez egy különleges alkalom, amikor mindenki itt van, mindenki készült valamivel. Erre az alkalomra is sokan sütöttek otthon süteményt, vagy éppen fellépnek a többiek szórakoztatására. A műsorban saját költemény, karácsonyi dal, jelenet és versek szerepeltek a gondozottak előadásában, majd jöhetett az ünnepi ebéd. A Táncsics Mihály Gimnázium kutató tanáraink sorozatának őszi második állomásán Csányi László előadását láthatták, hallhatták az érdeklődők. A film szerepe és alkalmazása az oktatásban volt az aktuális téma. Egy tanéven belül 4 előadást tartanak a több éve futó népszerű sorozat keretében. Szerda délután Csányi László állt a főként tanulókból álló plénum elé, és a film iskolai felhasználási lehetőségeiről beszélt. Előadását egy kis nosztalgiázással kezdte, melyben a jelenlegi formájában 10 éve működő Táncsics stúdió múltját, országos és nemzetközi sikereit, indulását, munkáját mutatta be. Ezután tért rá a fő témára, mégpedig, hogy hogyan lehet filmmel tanítani. Sok pedagógiai tanulmány erősíti meg, hogy az olvasott vagy hallott ismeretek sokkal hatékonyabban rögzülnek, ha mellé vizuális, esetleg esztétikai élmény is társul. És a film rengeteg olyan szituációt, olyan lehetőséget teremt szerintem, amit egy tanár a tanítása során ezt kihasználhatja. Rengeteg olyan jó gyakorlatot sikerült megvalósítani, illetve láttam, ahol a film segített valamilyen téma megértéséhez. A kutató tanáraink sorozat következő előadásán 2019. február 13-án ismét Csányi László tart majd előadást. Idén 36. alkalommal perdültek táncra a tánciskolások bájára érkezők. A rendezvényen idén sem csak a szórakozásé volt a főszerep, Antali Zoltán tanítványai ezúttal is megmutatták a közönségnek, mit tanultak kemény munkával az elmúlt hónapok alatt. A Székács József Evangélikus Iskola adott otthon december 8-án a felnőtt tánc tanfolyam záró bájának, amelyen Antali Zoltán mellett Pityuk János is köszöntötte a vendégeket. Az orosházi tánciskolába érkezők nem csak a klasszikus, hanem a modern és latin-amerikai táncokat is elsajátíthatják, mindemellett barátságokat köthetnek egy-egy tánc tanfolyam alkalmával. Az iskolába járó 68 tanítvány 5 csoportban tevékenykedik. A program ezúttal is látványos volt, hiszen minden csoport a kezdőktől a szeniorokig megmutathatta tudását. 18 éve folyamatosan működik a felnőtt táncoktatás. A felnőttek ezt igénylik, hiszen van egy alkalom, van egy lehetőség, ahova el tudunk menni, és pláne amikor az áróbálunk van, akkor fel tudunk öltözni elegánsan, és akkor van egy olyan szórakozási lehetőségünk, ahol a tanult táncokat tudjuk gyakorolni. Számos új kihívást és sikert tartogatott a 2018-as év a Candy Dance Crew táncosainak. Földesi Szandra és csapata december 13-án az év zárásaként egy karácsonyi bemutatóval készült a Petőfi Művelődési Központban. December 13-án a megszokottól kicsit eltérő előadásra invitálták az érdeklődőket a Candy Dance Crew táncosai. Betekintést nyerhettek többek közt abba is, hogy milyen gyakorlatokat végeznek a táncosok az edzéseken.
Sokan voltak kíváncsiak a produkciókra, hiszen teljesen megtelt az előadás helyszínéről szolgáló Bubik terem a Petőfi Művelődési Központban. Minden év decemberében tartunk egy karácsonyi bemutató órát, amikor is a gyerekek számot adnak arról, hogy mennyit fejlődtek ez az év során. Ilyenkor nem csak egy műsorral készülünk, hanem komplett bemutatjuk, hogy miket szoktak csinálni órán, bemelegítés, nyújtás, ilyesmit. Ez egy nagy család, összetartunk, a hétköznapokban is együtt szoktunk bulizni, összeülni, beszélgetni. A nézők a teljesség igénye nélkül láthatták az Egyesület három orosházi csoportjának táncát, és a Csanádapácai csoportjuk is bemutatta tudását. Felkészülésük végül meghozta gyümölcsét, a legkisebbektől a Candy Dance tapasztaltabb táncosaiig mindenki nagy tapsot kapott produkciójára. Előadtak versenyeken látott, de még viszonylag újnak számító koreográfiákat is. Az egy óra hosszú előadás végén az Egyesület összes tagja újra összeállt, hogy egy közös karácsonyi produkcióval is elbúcsúzzon a közönségüktől és a 2018-as évüktől. Híradónk végén lássuk még egyszer a legfontosabbakat röviden. Együttműködés megállapodott Orosháza és a Szegedi Tudományegyetem. Fejlesztés Orosházán megújul a nővérszálló. Karácsonyi bemutató tánccal zárta az évet a Candy Dance Crew. Ez volt az Orosházi Városi Televízió december 14-eig pénteki hírműsora. Friss hír összefoglalóval legközelebb kedden jövünk, akkor Babett kolléganőm várja önöket. Én munkatársaim nevében megköszönöm megtisztelő figyelmüket, további minden jót kívánok a viszontlátásra.